A mezőgazdaság legnagyobb problémája sokszor az, hogy él-e egyáltalán valaki ott, ahol gazdálkodni kell. És ha él ott, akkor van-e hol laknia? A legtöbbünknek természetes, hogy van fedél a fejünk fölött. Akik ebben a kies otthonban laknak, azok ezelőtt évekig a budapesti szabadságtér bokrai közt, és még ki tudja, hol éltek. Nemhogy önellátó gazdálkodásra, de még értelmes emberi létre sem volt lehetőségük. Az ember hajléktalanságában és egy falu gazdátlanságában meglepő párhuzamokat fedezhetünk föl. Budapesttől alig 100 kilométerre, az M3-astól 5 percnyire, Regina és Lajos élete Tarnabot sorsával fonódik össze. 74-ig úgy kell elképzelni ezt a települést, hogy teljesen régi ős magyar lakosságból, mezőgazdaságból élők lakták. 1974-ben, hát akkor egy párt határozattal a Tarna kiöntése után Tarna Zsadányból egy olyan 60-70 roma családot ide költöztettek, és gyakorlatilag azok a családok, vagy azoknak a leszármazottjai mai napig egy közösségben élnek a településen. A 60 család, aki ide került, semmiféle utógondozásban nem részesült. Az akkori tanácselnöknek itt maradt a nyakára munkahely és ellátottság nélkül. Egyrészt hozta, hogy a közbiztonság romlott, a települést lelakták. A rendszerváltás pedig végképp megpecsételte ezt a történetet, mert a meglévő olyan nagy munkahelyek a környéken, ahonnan innen munkásbuszokkal jártak el, több száz az emberek, azok bezártak. Akik ide települtek, miért nem folytatták a mezőgazdálkodást? A gyakorlatilag ők soha nem abban dolgoztak. Építőiparban dolgoztak, segédmunkásként dolgoztak, még nagyon sok volt a zenész cigány. Sajnos menet közben a cigányzene sem kellett, meg a teknő sem kellett tovább, és gyakorlatilag itt ragadtak, munkanélkül. Korábban mit dolgoztak? Korábban TS. Hát az régen volt már, nem? TS, az régen volt már, nem? Hát elég rég. Hánykor szokott kelni? Én? Hó, korán. Ma 6-kor kezdik. 10-ig. Na, ne legyen ebben melegbe. Persze. És utána? Sziasztok? Utána pihenés. Pihenés? Ha mit csináljak? Egész nap? Persze. Örülök, ha létezik. 50%-os vagyok én. Rokkadjunk, igen. Abból meg nem lehet megélni. 23.060 forint. Ki tart a hó végéig? Nem. És akkor mi van? Nézzük költő. És nem nagy a kamat? Olyantól kérek, aki nem kamat rá. Mert hallom, hogy van olyan, aki... Van itt olyan is. És akkor mi van az? De nekem... Mi van, hogy? Ilyen kevés a jövedelmem út, kamat nélkül. Úgyhogy emellett nekem egy tízest még kell kérnem kölcsön. Megadom, maradt 10.000 forintot.